Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látják. A következő műsorral készültünk. Mesterséges intelligencia. Óvatosságra intett dr. Hetesi Zsolt előadása. Illúzió mesterei. Bűv és sót tartottak a művelődési házban. Országos éremgyűjtő találkozó. Április 13-án a művelődési ház szolgált helyszínül. Idén is báloztak a vállalkozók. 4 éve alakult a Dombovári Vállalkozói Egyesület. Ivanics Antal díj, a gazdasági élet kiemelkedő szereplői kapják. Dr. Hetesi Zsolt a Pécsi Tudományegyetem Matematika és Informatika Intézetének tudományos főmunkatársa tartott előadást a Mesterséges Intelligencia, Valóság vagy Ügyes Trükk címmel. Az elektromosság a hétköznapokban is a számológépeket magával hozza. És nagyjából a 60-as, 70-es évekig gondolták azt, hogy az agy az tisztán elektronikus áramkörökre is visszavezethető, tehát hogy a gondolkodásnak lesz egy olyan modellje talán, amelyik az elektromos áramkörökkel van nagyon közeli rokonságban. És tessenek figyelni, arról még nem mondtam egy szót se, bölcseleti vagy filozófiai szempontból, ahogy tetszik, hogy a gondolat és az anyag vajon egy szinten van-e egyáltalán a világban. Dr. Hetesi Zsolt előadó ismertette és tisztázta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tévhiteket és a fogalomból adódó problémákat. Hát először is az, hogy ez nyilván ugyanúgy egy szakifejezés, mint nagyon sok minden más, mint mit tudom én, a kvantumelmélet vagy ilyesmi, tehát hogy itt azért az emberek találkoznak, szembesülnek fogalmakkal, amelyekről nincs pontos képük, ezt is próbáltam itt nagyjából tisztázni, hogy mit jelent meg, mit nem jelent, tehát hogy nincsenek öntudatra ébredt gépek a világban, és lehet, hogy soha nem is lesznek, de olyan gépek vannak, amelyek az intelligencia bizonyos jeleit meglepően jól tudják alkalmazni az orvostudományban, a képfeldolgozásban, a jelfeldolgozásban és így tovább. Most az egyetemen van egy bevezetés a mesterséges intelligenciában nevű tantárgy, és én annak a leglényegesebb és legközérthetőbb gondolatait próbáltam itt elmondani. A Google mögött már olyan algoritmusok vannak, amelyek a kereséseinket, az nekünk ajánlott reklámokat és így tovább optimalizálják, ugyanez igaz a Facebookra, az Amazonra, de úgy közvetlenül, mint ahogy a filmekben, hogy valakivel szembe jön egy emberszabású Android robot, olyannal nyilván nem lehet még találkozni, de ugyanakkor mindenki számára elérhető ez a beszélgető alkalmazás, ez a ChatGPT, vagy vannak más olyan alkalmazások, amelyek képeket manipulálnak, mint arra mutattam is példát, ezek is nagyon népszerűek. Na de hát ennek azért a tudományos alkalmazásokhoz képest azért úgy nincs sok olyan alapja, mint ami a, hogy is mondjam, a világot megrengetné, ha szabad így fogalmaznom. Ezek szórakozásnak jók. Amit viszont a tudományban lehet elérni, ezek általában olyan algoritmusok, amelyek segítenek nagyméretű adatok feldolgozásában, esetleg általunk észre nem vett jelek feldolgozásában, új jelenségek kimutatásában, mondjuk egy nagyon hosszú vagy nagyon nagy adatsorban és így tovább. Tehát jelen pillanatban erre használják. De nem ez a legfontosabb terület, mondom sajnos a reklámok. Nyilván igazából itt inkább az a probléma, hogy egyrészt elmosódik a valós és a virtuális közötti határvonal, továbbá ma már minden további nélkül lehet olyan fényképeket manipulálni, amelyeket az ember nem szeretne magáról látni, és általában is ennek a jogi és etikai szabályozása mindig az események mögött fog kullogni, mint ahogy eddig is ott kullogott. És a másik, hogy ugye nyilván már a mobiltelefon használata, az állandóan elérhető internet is megváltoztatta az életet, ez pedig egyelőre szinte be se tudjuk képzelni, hogy mennyire fogja megváltoztatni. Én se becslésekre sem vagyok hajlandó, mert nem tudom megmondani. Az előadás végén itt is levonható az a konklúzió, ami oly sok más ember alkotta találmányra is igaz, körültekintően szabályozva és óvatosan bánjunk vele. Az illúzió mesterei által tartott bűvésson álmélkodhattunk Dombováron a művelődési házban. A bűvészek élete bár nem könnyű, mégis sok örömet ébreszt az előadóban és a közönségben is. Kérlek, hogy mind a négyen, akik megjegyeztétek a lapokat, álljatok föl. Kelle Botond az egyik fellépő engedett be minket saját életpályájának kulisszái mögé, aki már 25 éve foglalkozik ezzel a műfajjal. Én azt gondolom, hogy a bűvészetről alkotott kép az egyre inkább kezd megváltozni. Ugye most már lassan 10 éve csináljuk az Illúzió Mesterei rendezvény sorozatot, és ezzel próbáljuk megmutatni a modern mai bűvészetet az embereknek, mert vannak nagyszínpadi illúziók, van gondolatolvasás, van humor, van klasszikus bűvészet is, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább kezd átalakulni az emberek felé.
életében. Igazából számomra a bűvészet az egy ilyen szerelem volt első látásra. Én gyerekkoromban kezdtem el bűvészkedni, annak idején még a Figaro bűvészboltba jártam Budapestre, és ott nagyon sok trükköt megtanultam, később Sugár Péter bűvészmesternél tanultam meg a szakmának az alapjait, és igazából számomra soha nem volt kérdés, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nyilvánvalóan van egy tanulási folyamat, általában mesterekhez szoktak járni a bűvészek, de mi itt az Illúzió Mesterei Társulatán belül is egymást is inspiráljuk, egymás műsorain dolgozunk, és így születnek meg azok a produkciók, amiket színpadra állítunk. Az a szerencse, hogy ennek a műfajnak a közönsége az teljesen széles, tehát hogy a 8-10-12 éves gyerekektől kezdve a fiatalokig, középkorúakig és egész az idősekig el tudnak jönni, és nagyon kevés olyan program van, ami az egész családnak egyszerre nyújt szórakozást, és ez tényleg ilyen, hogy itt ugyanúgy a gyerekek, a szülők és a nagyszülők együtt egyszerre tudnak szórakozni. És mi a legnagyobb nehézsége a szakmának? A legnagyobb nehézsége szerintem az, hogy meg tudjunk újulni, és ezért is van nekünk itt az Illúzió Mestereinél több társulatunk, hogy minden évben, minden városba adott új műsorral tudjunk visszatérni. Hajnóczi Soma, kétszeres világbajnok bűvész, a hazai versenyeken már zsűritagként vesz részt. De úgy néz ki ez a bűvészetben, hogy minden évben van országos bajnokság, ott ki tudsz, tehát kvalifikálni tudsz a kontinens viadalra, az nálunk ugye az EB, és az EB-ről tudsz kijutni a VB-re, tehát minden három évben van nálunk világbajnokság, az olyan, mint a sportolóknál az olimpia, csak nem egy, hanem három, vagy nem négy, hanem három évente kerül megrendezésre. Igazából valójában a történet elég egyszerű, elég basic, a nagymamámmal elmentünk a bűvészboltba, kaptam egy bűvészdobozt, és mindig szoktam mondani, hogy a legtöbb embernek lehet, hogy neked is volt bűvészdobozod, lehet, hogy a legtöbb kedves nézőnek is volt bűvészdoboza, amivel ugye az emberek játszanak egy néhány hetet, néhány hónapot, és aztán leteszik, és hát van az a hiba százalék, mint én is, mint Botond is, hát mi elég így maradtunk. A bűvészet korai szakaszában volt egy mesterem, ő lefektette az alapokat, de aztán igazából a legnagyobb kihívás a saját utamat megtalálni, a saját előadó stílusomat, a saját, tehát hogy én mi vagyok a színpadon, és hát ez hosszú évek, évtizedeknek a munkája, hogy eljussunk oda, hogy igazából megtaláljuk azt, akik vagyunk. Egy bűvésznek én azt gondolom, hogy a bűvészet azért egy nagyon érdekes szakma, mert nagyon sokfajta. Tehát a kommunikációs készség, a kézügyesség, az emberek menedzselése ugye a színpadon, a pszichológia szerepe is itt azért közrejátszik, a mozgás, a színházi dolgoknak a megértése, ez nagyon sok apró részletből tevődik össze ez. Én ezeket, mindegyiket igazából nagyon szeretem, úgyhogy emiatt is, és hát nagyon sok minden más miatt is a mai napig járjuk az országot, én járom a világot, és mindenhol tartom az előadásokat. Dombovári országos éremgyűjtő találkozót rendeztek április 13-án. A Művelődési Házban rendezte meg az eseményt a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, melynek célja az volt, hogy az ország számos tájáról érkező gyűjtők csereberéljenek, illetve hódoljanak ennek a több évezredes hobbinak. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet. Már egy 55 éves szervezettel állunk. Ennek volt egy jogelődje, 1901-ben megalakult numizmatikai társulat. Ugye az éremgyűjtés az egy több évszázados, vagy így mondom évezredes hobbi. Már az ókori rómaiak is gyűjtötték az elődjeik, a császárkorban nagy divat volt a köztársasági érméknek a gyűjtése, de ez már az antik görögöknél is dívott. Később ugye a középkorban szintén folyamatosan voltak főúri és papi gyűjtemények. Majd később ez igazán demokratizálódott, és a nagy közönség számára is elérhetővé vált. Mivel a Magyar Nemzeti Banknak volt ez 1968-tól egy emlékpénzkibocsátási programja, hogy minden jeles évfordulóra ezüstből és színes fémből emlékpénzt adnak ki, korlátozott példányszámba, melyek törvényes fizetőeszközök, mert a kiadás előtt mindig megjelenik a magyar közlönyben a kibocsátásnak a példányszáma, a lehetőség, hogy mennyit adnak ki. Ezeket elkezdték az emberek gyűjteni, mert ezt a gyűjtők számára készítik. És ekkor megalakult a Magyar Éremgyűjtő Egyesület, mert aki a tagja volt az Egyesületnek, az jogosult volt, hogy ezeket megvásárolja. Mivel ezek korlátozott példányszámba kiadott emlékérmek, aki nem volt szervezett gyűjtő, az nem jutott hozzá. Az Éremgyűjtő Egyesületnek az ország 42 városába van csoportja. Vannak kisebb, nagyobb városok, vannak nagyobb létszámú csoportok,
Körülbelül 1300 taggal bírunk országosan, de régebben volt ez a 5-6 ezer fő is. Csak mivel ugye a számítógép, az internet átvette mindenek fölött az uralmat, hogy sokkal kényelmesebb otthon a fotelból ülve nézni a képernyőt és ott vásárolni, ezért eltolódott, bár egy ilyen rendezvényt, egy ilyen éremgyűjtő találkozót nem pótol semmi. A személyes találkozás, az érmeknek a kézbevételi lehetősége teljesen más, mintha az képernyő előtt tesszük meg, és úgy vásárolunk, és majd várjuk a postát, hogy valóban az érkezett-e, avagy sem. Az Egyesület életében a vándorgyűlés nagyon fontos szerepet tölt be. Tegnap volt egy nagyon szép érembemutató Szekszárdon, ugye 40 éves a Magyar Éremtő Egyesületnek a Tolna megyei csoportja. A vándorgyűlésünknek az érmét mutatták be, a szegedi éremverde, Szabó Tamás szegedi éremverdéje volt ott, a Szekszárdi megyei múzeumban, és ez mellett a csoport készített egy kísérő érmet is. Ezek kis példányszámba kibocsájtott ezüst és bronz érmek, ugye 42 mm átmérővel a magyar tallérverés hagyományaira utalva. 69-ben alakult az Egyesületünk, az első vándorgyűlésünk 1970-ben Debrecenben, majd azt követően mindig más városba tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életébe, az az ünnepi közgyűlés, ahol átadjuk az Egyesület által alapított kitüntetéseket. Az Egyesületnek van olyan, mint Széchenyi Ferenc jutalomérem, ennek van 3 ezüst fokozata, és egy arany. Az aranyat általában már szinte mint egy életműdíjat adjuk át, egy hosszú életen át végzett tevékenység elismeréséül. Az ezüst fokozat az különböző, az valódi ezüstből készültek, különböző vastagságban. Ezeket a helyi csoportoknál a titkárok fölajánlásával az országos elnökség elhatározása után az országos küldőgyűlés hagyja jóvá ezt a listát, és akkor a vándorgyűlésen adjuk ezeket át. Ez egy nagyon nívós kitüntetés, már csak az is, mert Széchenyi Ferencről, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítójáról van lett elnevezve. Ezen kívül a numizmatikai szakírói munkásságért megalapítottuk az Unger Emil jutalomérmet. Ezeket olyan numizmatikai szakíróknak adjuk át, akik sokat tettek, nem csak az Egyesület, hanem a numizmatika, mint éremtan, vagy esetleg a falerisztika kitüntetéstan ismertetése érdekében. Ez jó néhány könyvet kellett, hogy kiadjon, sok előadást tartson, eljön hozzánk numizmatika nyári egyetemre, mert az Egyesület, mint egy non-profit egyesület, a kultúrát is úgy igyekszik terjeszteni, hogy minden évben tart egy numizmatikai nyári egyetemet. Ez egy 3 napos rendezvény. Az idei évben itt a Felvidéken, vagy inkább így mondom, hogy Szlovákiában, Esztergomtól 20 kilométerre búcson tartjuk meg. A szervezetnek rengeteg kiadványa is van, amelyeket a Dombóvári Művelődési Házban is prezentáltak. A Magyar Érem határozót 2-szer is utánnyomásba, sőt 3-szori utánnyomásba adtuk ki, mert olyan nagy volt rá az igény, 3 kötetbe, de a mostani kibocsátású érmekről is van katalógus, mert amikor egy érem elkészül a pénzverdébe, akkor az tájékoztató jelleggel tudjuk a példány számát, ismerik a súlyát, finomságát, tehát nem csak az az értéket, ami rá van írva, mert ugye ezek az emlékpénzek, ezek törvényes fizető eszközök. Ezeket én azt szoktam mondani, ezeket nem meg kell vásárolni, csak a zsebünkbe lévő papírpénzt átváltjuk ezekre a színesfém, de zömében nagyobb, az apróbb címletek 2-3 ezer forint névértékű színesfém, a nagyobb címletek az mind ezüstből, de a Magyar Nemzeti Bank arany emlékérmeket is bocsájt ki. Természetesen azok már nem fizetőeszközként működnek, azok már igazi emlékérme funkcióját töltik be, tudni a névértékük mindig sokkal kevesebb, mint a bennek lévő nemesfém értéke. Az éremgyűjtés több, mint hobbi. Ez egy tudománya. A történetnek a numizmatika egy segédtudománya. Nagyon jól lehet következtetni az ország gazdasági, így mondom, bármely ország gazdasági erejére, teljesítő képességére, évszázadokkal később is az adott pénzek kiadásából, mert látjuk, hogy a középkorban, amikor háborúk voltak, infláció volt, akkor nem csak, hogy elaprózódott a pénz, hanem elsilányult az anyaga. Vegyítették az ezüstöt rézzel, hígították a minőségét, vagy hogyha bejött egy olyan korszak, mint egy napoleoni háborúk, akkor igazán előjöttek a részpénzek, melyeket később aztán, hogy a gazdaság fölélénküljön, szükségszerűen kivontak a forgalomból. De talán legközismertebb dolog ugye a Rákóczi szabadságharc, ugye kellett az ezüst és az aranypénz a külföldi fegyver behozatalra, ezért az külföldre áramlott. Magyarországon a Rákóczi poltúrák, a réz
1, 10 és a 20 poltúrások voltak forgalomban, melynek sajnos sokat esett az ázsiója, ezért volt, hogy az Ónodi Országgyűlésen is már felülbélyegezték, egy kisméretű madonnás verőtövet készítettek, egy L4-et, azt beleütötték, és ezzel devalválták, leértékelték, mint hogy a háború után a pengőpénz is felülbélyegzéssel leértékelték, és lett belőle adópengő. A Tolna Vármegyei Szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják az összejöveteleiket a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A város vállalkozói báloztak. A nívós eseményt idén rendezték meg harmadik alkalommal, de a nagy érdeklődésre való tekintettel már új helyszínen, a Gunaras Resort Spa Hotelben. Az estei vendégeit beszédével köszöntötte Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere és Naszvadi Endre, a Dombóvári Vállalkozói Egyesület elnöke. Itt élünk, ez a mi hazánk, ez a mi városunk, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a város fejlődjön, illetve a vonzás körzete is fejlődjön. Az önkormányzat és az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben Dombóvára vállalkozások betelepüljenek. Ma este kerül harmadszor a megrendezésre Dombóvára a vállalkozóival. Mindez köszönhető annak, hogy létrejött a vállalkozói egyesület már 4 éve, és egyik kiemelt rendezvényük ez a vállalkozóival a Dőri Lecsé Fesztiválon túlmenően. Nyilván az idei év egy kicsit kurta, furcsa volt, hiszen nagyon korán volt húsvét, ezért farsang időben nem tudtuk megrendezni, ezért azt gondoltuk, hogy húsvét után 2 héttel helyszínt is váltottunk, egy picivel impozánsabb környezetbe jöttünk ki. Nyilván ezt köszönhetjük annak, hogy nagyobb az érdeklődés, hiszen eddig alig súroltuk alulról a 100-at, most már közel 130-an vagyunk ma este. Dr. Havasi Dezső ezen a rendezvényen vehette át a Dombóvár díszpolgára kitüntetést. Lassan 50 éve, hogy Dombóvárhoz intézményesen semmi formában úgy nem kapcsolódom, csak a szívem és a szüleim sírja Kaposszegcsőn. Úgyhogy gyerekkoromból a zeneiskolai évek és a csodálatos gimnáziumi évek kötnek Dombóvárhoz, és ma módom volt megnézni a gimnáziumban a régi tablónkat, és emlékezni a régi tanárainkról, akik közül óriási büszkeség számomra, és megtiszteltetés, hogy a soraikba léphetek, úgyis, mint díszpolgárok között, a Szőkeházas pár, Gömböri József, és hát aki hálával emlékszem a gimnáziumban, Kovácsi Tibor, az olasz tanárom, aki akkor elindított egy olyan pályán, ami olyan erkölcsi tartást adott, tényleg nem csak oktatók, hanem nevelők is voltak. Gyakorlatilag egy olyan vezérfonalat ad az életbe, amit úgy nem, minden napokban nem is tudatosul, és nem úgy emlékszik rá az ember, hogy na hát ez most Dombóvár, meg de amikor rá kell jönni, vagy a bizonyos szituációkban visszaköszönnek azok a mondások, amik ott elhangzottak, vagy egy osztályfőnöki órán, hogy hát a Kovácsi Tibor szájából is, hogy ne felejtsék el, kedves, nem, akkor nem kollégának szólított nyilvánvalóan, nem, hát hogy a tanulókra, hogy hely, idő, körülmény. Tehát a nyilatkozataink, tetteinkben mindig ahhoz igazítsuk, hogy ez a 3 szempont figyelembe vegyük, és ez nagyon sokszor jól jött, amikor az embert úgy visszafogta bizonyos szempont, de ez csak egy adalék. Szőkeházas páréknak a földrajz történelmi fantasztikus tudás átadása, ami a ügyvédi pályámon nagyon-nagyon sokat segített. Tudom, hogy részben a tisztségemnek szól ez a megtiszteltetés, hiszen 14 ezer ügyvéd van az országban, és az, hogy a 150 éves újkori kamarai történetben az első nem budapesti elnök vagyok, hogy ennek ebben is, ez is benne van, ez a kisvárosi és ez a Dombóvár és Dombóvár környéki lét és ez az indítatás, amit szeretnék valamilyen módon visszaadni majd, és a saját eszközeimmel a újabb generációknak, ügyvédgenerációknak, de akár a szülővárosomnak is valamilyen módon legalábbis szellemiekben visszajutatni. Az este méltó helyszínéül a Dombóvár Gunarasban található Superior fürdőszálloda étterme szolgált. Úgy gondoljuk, hogy minden évben egy kicsit ünnepelés kell. Hál' Istennek meg is tehetjük, mert ugye most már ilyen Covid és
egyéb nehezítő tényezők azok megszűntek. A megelőző bálokat azokat ugye más helyszínen szerveztük, de hál' Istennek olyan jól sikerültek, hogy kinőttük a helyszínt. Meghatározók a városban a mezőgazdaságot képviselők, de az iparban is vannak jelentős vállalkozások. Túl nagy taglétszámmal nem működünk. Ennek az oka, hogy úgy határoztunk, hogy minden területről megpróbálunk csak egy szemét az egyesületbe bevonni, és ezért körülbelül 25 fős taglétszámunk van, és az a 25 fő, ez mindenki más területen ténykedik, és így jól lefedjük a teljes spektrumát a vállalkozásoknak. A vacsora előtt a bálozók a Vivat Bachus zenés előadását élvezhették. Ivanics Antal díjban részesült Kovács Elemér a helyi gazdaság életében betöltött szerepe, valamint a betongyártás és az építőipari alapanyagok forgalmazása terén végzett kiemelkedő munkájáért. Édesapám egy könyves vállalkozó volt, már 60-es években. És ugye, hát éjután én minős voltam, már akkor belejöttem abba, hogy én mint vízvetékszerelő, nekiálltam utána mindjárt fürdőszobákat csinálni. Én nem műszök rá, én is, mikor minős voltam, egy 50-es órabére kezdtem. És mikor felszabadultam, utána már 5-6 forint volt. De hát mondjuk akkor jobb volt a forint, mint most egy kicsit. Én már mondom, 63 óta építőiparban dolgozom. Csak aztán ugye hát közben édesapám, mikor én, hát a szegény, mikor abbajta a vállalkozás, mert beteg lett, akkor hát én is abbajtam, és utána lettem én fuvarozó. Vettem egy ifát, és akkor azzal fuvaroztunk. Hitelből kellett mindent megvenni, mert nem volt rá pénzem. De abban az időben fölmertem rá venni hitelt, mert hát megmondom, volt munkám bőven. A feleségemmel kerültünk ide 94-ben, mi ezt ketten csináltuk, utána jött a kisebbik fiam, a Roland, az már itt van 25 éve, utána jött a nagyobbik, az itt van körülbelül 6 éve, úgyhogy ez teljes családi vállalkozás, úgyhogy sőt most már még az unokák is lejönnek, ugye aztán néha kicsit ráérnek, akkor besegítenek itt a kiszolgálásba. Hát mire a nejelme, megmondom őszintén, 10 órát lenyomtunk. Mire ide jöttünk, még befejeztük, még hazaértünk, mert nem lakok messze egyébként, de 10 óra elment naponta. Úgyhogy nem gyerekjáték. Nem úgy van, mint a nagyfelé mondja az énekben, 8 óra munka, 8 óra pihen is, 8 óra szórakozás. Itt csak munka volt, hála is. És akkor hozzá a levelet, hogy én meg a feleségem, Dombóvár város 54. évforduló alkalmából, Ivanics Antal díjat fogjuk majd megkapni április 6-án. Hát én megmondom őszintén, egy hétig alig akartam elhinni, még a nejem is, hogy milyen kitüntetésben fogunk részesülni. Nagy megtiszteltetés ez a várostanári képviselőtestülettől, hogy 75 éves koromban ilyen kitüntetésben részesíti a családomat. Mert a feleségem is megérül, mert hát együtt szenvedtük ezt a 30 évet itt a keverőben. És télen, nyáron, hidegben, melegben, esőben, hóban, mindenben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!